Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jöjjön az 1v1 technikák harmadik része, ahol az alkalmazkodás képesség és annak fontosságáról fogunk beszélni. Ne ijedjetek meg a videó hosszúságától, mint ahogy ígértem, az első felében a videónak az én szemszögemet láthatjátok, a következő félben pedig Klavi szemszögét, ezért is ilyen hosszú, mind a két játékot láthatjátok, amit játszottunk, és egy-két fontos dologra szeretnék kitérni ebben a videóban. Aki most talál rá erre a videóra, javaslom nézze meg a felvezetőt, hogy mi az Istent is lát ebben a videóban. Egy-egy technikákkal fogunk foglalkozni, és a felvezetőben elmondom, hogy mit várhattok ettől a sorozattól. Aki nem látta, az első, vagy hát a második részt, azt is javaslom megnézni, ahol arról beszéltem, hogy mi szükségeltetik ahhoz, hogy egyáltalán az ember belekezdjen az 1v1 technikákba. Továbbá beszéltem abban a videóban látható technikáról is, mégpedig ugye a kivárás technikájáról, hogy igyekeztem megszerezni az előnyt, és ha megvolt az előny, minél jobban elrejtőzni, csapdát állítani, kivárni, hagyni Klavit, hogy keressen, hogy rám találjon, hogyha tud, és esetleg úgy lelőni, és további előny szerezni. Tehát az időt fordítottam az én javamra. Ennél a Call of Duty-nál egy kicsit más volt a tészta, ezt a Call of Duty-t Klavi sokkal jobban ismeri, mint én, és ez egyrészt azért volt, mert amikor ez a kód kijött, akkor nekem csak laptopom volt, és nem tudtam igazán kompetitíven játszani, amire pedig meglett a nagygép, addigra már Code Ghost volt váratos, amúgy se volt az egyik kedvenc kódom. Klavi viszont élvezi ezt a kódot, mert ez a kód egy fun kód, jól ismeri, és jól ismeri a pályákat. A pályaválasztásban ő rábíztam, hogy mit választhat. És mikor elkezdtünk játszani a Black Ops 2-vel, nem ezek voltak az első, legeslegelső gameplayek, és itt szeretnék kiemelni egy nagyon lényeges dolgot, hogy mielőtt elkezdesz egyezni, ügyelj arra, hogy belőd a grafikát, mert én ott kurtam el, hogy furcsa volt elsőre, elindítottam a játékot, és akkor indítottam el először, miután újra telepítettem a gépet, és elfelejtettem belőni a grafikát, azt a grafikát, amire én megszokottan tudok eleve játszani ezzel a játékkal. Úgyhogy nagyon fontos dolog, lőd be a grafikát, lőd be az egeret, hogy megfelelő legyen minden, és ezzel elpöcsöltünk egy jó fél órát, amire Necrocrim beállította az egeret, beállította a grafikát, és minden hiper-szuper volt, hogy aztán elérkezzünk ehhez a meccshez, és kikapjak, mint az állat. És a live gameplayben egy nagyon jó dolgot fogtok látni, és egyrészt azt fogjátok látni, hogy mind mentem keresztül, amikor kikaptam, és ez live-ban nagyon jól kijön, mert nem tudtam elrejteni, mert ott beszéltünk, és nem tudtam elrejteni a magammal szemben való csalódottságot, az, hogy ment lejjebb az önbizalmam, hogy úristen, most akkor hogy fogom én megverni ezt a srácot, vagy hogy nem fogom megverni ezt a srácot, és ebben a részben, amit itt látottak ebben az első gameplayben, nagyon csúnya leckét kapok, amint láthatjátok a shotot. Aztán a játék vége felé elkezdtem kiismerni egy kicsit, nem a Black Ops-ot, nem a pályát, hanem Klavi technikáját, és azt, hogy ő hogyan játsza ezt a játékot, és hogy milyen stílust képvisel, és ott már a live-ban hallhatjátok is, hogy egy kicsit jobban kezdtem el, kicsit más volt már a hangom, már a hanglejtésem, már a dolgok, ahogy hozzáálltam a dolgokhoz, és gyakorlatilag úgy alakult a játékom is a második játékra, amit majd látni fogtok, egy teljesen új technikával, egy teljesen új stílussal, és jöttem, és megpróbáltam úgy alkalmazkodni és kijátszani Klavit. És amit láthattátok ott egy előző jelenetben, tudtam, hogy Klavinak flag jacketje van. Tehát a robbanás jobban bírja. Természetesen egy kompetitív módban nem fogsz perkeket hozni, mert nem szabad. De ugye mivel mi hoztunk perkeket, így aztán tudtam, hogy neki flag jacketje van. Így a pályaismeret vagy a tulajdonság, játék tulajdonság ismerethez hozzátartozik az, hogy Claymore-t kocsi mellé rakom, nagyobbat robban, belehalhat.
Majdnem össze is jött egyébként, csak rosszul helyeztem le a Claymore-t a kocsi mellé, és hát nem akkor robbant a kocsi, amikor a Claymore, de majdnem megvolt. Szóval ehhez hozzájárulnak az ilyen apró trükkök, hogy úgy helyezzel Claymore-t, hogy nagyobbat robbanjon, úgy helyezzel Claymore-t, hogy biztosan robbanjon. Például mire gondolok itt egy Claymore elhelyezés, ott állsz egy falnál, akkor a Claymore-t nem a fallal párhuzamosan rakod le, hanem a fallal gyakorlatilag egy irányba. Tehát, hogyha valaki átlép a falon, akkor gyakorlatilag a menet irányába robbanjon a Claymore. Tehát, hogyha én belépek egy ajtón és elindulok egyenesen, a Claymore úgy legyen rakva, hogy a robbanási oldal a hátamat érje. Mert akkor biztos, hogy bele fog halni gyakorlatilag. Nos, a alkalmazkodási képesség és annak lényegessége, szóval, hogyha kikapsz egy meccsen, nem azon kell gondolkodnod és rage-elned, hogy úristen, már megint kikaptam, már megint izé, hanem rögtön tudod, hogy jön a következő meccs, rögtön azon kell gondolkodnod, hogy mi volt az, ahol hibáztál, és mi volt az ellenfelednek a mozgási útvonala, és hogyan kell mozogjál azon a pályán, azon a következő pályán. És a másik nagyon fontos szempont, ha tudod, hogy az ellenfeled jobban lő, mint te, mint hogy én is így csináltam, hogy egyszerűen lebecsültem Klavit abból a szempontból, hogy ő jobban lő, mint én, és csipával is jól lő, ráadásul és kidugtam olyan helyzetekbe a fejemet, ahol nem kellett volna. És simán kaptam a headshotot, és nesze itt van, és azt nem szabadott volna megtennem. Szóval, ha észrevetted, hogy az első játékban például az ellenfeled jobban lő, ne add meg neki azt a kényelmet, hogy jobban lőjön. Gyakorlatilag. Ne add meg azt, hogy kidugod a fejed, ne add meg azt az élményt neki. A következő dolog, ha nem ismered a pályát, mit kell csinálnod? Című történet, vagyis hát, ha nem ismered a pályát, az a kisebb gáz, hogyha az ellenfeledet kiismerted, akkor mit kell csinálnod? Én, amit itt alkalmaztam ebben a technikában, az volt, hogy tudtam, hogy Klavi, egy mozgékony gamer, nem fog sokáig egy helyben maradni, ugye már Black Ops 1-ben is láttam, kezdtem észrevenni, hogy ő mozgékony, hogy ő keres, hogy ő csinál. Viszont itt hátrányba kerültem, és felismertem ennek a résznek a végéig, a végére felismertem, hogy esélyem nincs kivárásos technikát játszani ebben a kódban, ezen a pályán, mert jobban ismeri Klavi ezt a pályát, mint én. Ezért technikát váltottam, és elkezdtem én is mozgékonyan játszani. A következő dolog, hogy annyit tudok erről a pályáról, hogy a játékosok nagy része pálya közepén, vagyis azon a tipikus ponton keresi ott belül. Mindig ott folyik az akció, ezért a gamerek többsége ösztönösen mindig afelé, a terület felé húzódik, mint ahogy Klavi is sokszor húzódott, és én is húzódtam a játéknak az elején. És íme itt az alkalmazkodási képesség, mert a játéknak a második felében, és a következő játékban, amit láthattok, egyáltalán nem mentem, hogyha mentem is, csak akkor mentem arra a részre, ahol a legsűrűbb lenne az akció, amikor tudtam, vagy sejtettem, hogy biztosan el tudok menni ott úgy, hogy nem fog lelőni senki. Szóval alkalmazkodási képességem most abból állt, hogy felismertem azt, hogy Klavi egy mozgékony játékos, Klavi jól tud lőni, és Klavi olyan helyeken mozog, ahol megszokta, ahol emberek mozognak. És mivel én is ugye ott mozogtam az elején gyakorlatilag, így aztán abból jöttem rá, hogy hoho, hát de hülye vagyok, hát általában itt szokott menni az akció, általában itt találkoznak a játékosok, úgyhogy jó lenne, hogy egy másik mozgási útvonalat választanék. És a mozgási útvonalam pedig az volt, hogy a pálya külső szegletére kezdtem el helyezni a hangsúlyt, mert egyrészt mert tudtam, hogy ha csipával lő, akkor távolságba kell lőnie, egyrészt növeli az esélyét annak, hogy nem talál el, bár ez nála azért kétséges téma.
És növeli köztünk a távolságot, mert folyamatos mozgásba kezdtem el maradni, és inkább elkerülni őt. Ez itt ugye már a második játék, amit itt láthattok, ő szerezte meg a vezetést. Szerintem egy darabig tartja is majd a vezetést. És folyamatosan egy mozgásba akartam maradni, amit itt láthatjátok, azért néha connection interrupted, szóval ez az én internetem, Welcome to my world. Egy értelmes játékot nem lehet lehozni. Tudtam, hogy ő nem fog nagyon egy külső útvonalon mozogni annyira, mint én, hanem inkább le kell lassulni a csipával, és fel kell mérnie a terepet. Ezért igyekeztem egy folyamatos mozgásban maradni, folyamatos külső íveken maradni, hogy nagyobb szöget tudjak lefedni a fegyveremmel. És íme egy lényeges szempont, fedjél le egy nagyobb szöget a fegyvereddel. Szóval úgy mozogjál, hogy a látótered széles legyen. Szóval a fegyveredet egy mindig egy olyan szögben tarts, hogyha szükséges, jobbra is és balra is gyorsan és rövid idő alatt tud odarántani. Szóval a mozgásod olyan legyen, hogy gyakorlatilag jobbra is és balra is megfelelő időben tudjál reagálni. És az alkalmazkodási képességhez lényegesen az fontos, hogy ha kikapsz az első körben, akkor ne legyen rage, tehát ne boruljon el az agyad, ne akarj bosszúkillekre menni. Igen, ez nagyon fontos, hogy ne akarj bosszúkillekre menni. És ne akarj mindig azon a tipikus útvonalon lenni, ahol tudod, hogy ott lesz a gamer. Tudom, hogy csábító, és a következő részben arról fogunk beszélni, hogy mennyire csábító egy olyan játékstílust játszani, ahol gyönyörű killek lesznek. Majd fogunk erről beszélni. Tudom, hogy csábító rámenni arra az útvonalra. Tudom, hogy jó lenne ott, mert megkönnyíti a dolgokat, mert könnyebbé teszi a meccset, de azzal el fogod veszíteni a meccset, főleg, hogyha az ellenfeled jobb, mint te, például lövésben. Szóval az alkalmazkodási képesség az, hogy első alkalommal ismert fel az ellenfeledet, lehetőleg egy olyan pályán játsz, amit ismersz, de ismert fel az ellenfeledet, ismert fel a játék stílusát, ismert fel a mozgás kultúráját ezzel kapcsolatban, és nem gáz, hogyha kikapsz az elsőben, de nyerj a másikban azzal, hogy kitapasztalod gyorsan, és nem az agyadat hagyod elborulni, hanem hogy nem tisztán és tisztán gondolkodsz, és megpróbálsz felülkerekedni az ellenfeled fején, agyán, eszén. Na, kicsit késő van már, és már most csinálom a videót, aztán néha lehet, hogy félremondok néhány szót. Nos, azt hiszem nagyjából ennyi lett volna ebben a játékban. A Black Ops 2-ről, ha 1v1-ről van szó, azt el kell, hogy áruljam, hogy ez nem az a kod, ahol gyorsan egymás seggébe spawnoltat gyakorlatilag, hanem ha spawnrendszert nézzük Black Ops 2-ben, akkor nagyjából egy olyan, majd nagyjából a ellenféle szembe fog bespawnoltatni. Ha ezt a pályát nézzük tipikusan, akkor mindenképp az ellenféle szembe fogsz bespawnolni gyakorlatilag. És ha az ellenfele gyors Klavinál Lightweight perk be volt rakva, szóval gyorsan futott a pálya egyik végéből, gyorsan átlépett a másikba, úgyhogy ha az ellenfele gyors, akkor még arra is kell ügyelned, hogy gyorsan reagálj arra, hogy tudod, hogy bespawnolsz, tudod, hogy hova spawnolsz, az ellenfeled is tudja, hogy hova spawnolsz, így aztán gyorsan el kell mozdulnod a spawnról. Ez konkrétan erre a pályára én ezt javaslom, nem tudom, hogy igazam van-e, annyira nem ismerem ezt a játékot, ezt vettem észre annak alapján, amennyit játszottam ezzel a játékkal. Nos, nagyjából ennyi lett volna, és élvezzétek a gameplayt. Lesz egy ilyen podcast is, ahol frissen megbeszéljük például ezt a játékot is, hogy mi alapján ment véghez a különböző kis evolúcióm, hogy tényleg fogjátok hallani live-ban, hogy
gyakorlatilag hogyan ment le az önbizalmam, és majd jött fel az önbizalmam ebben a játékban, és kemény észjátékokat láthatok. Ugye én javaslom egyébként, hogy nyugodtan tekerjetek a live részhez, és nézzétek meg azt, hogy hogyan alakult át a párbeszéd, vagy nézzétek meg a live-ot, igazából nem hosszú, de érdemes, mert nagyon sokat lehet belőle tanulni. A következő videóban fogunk beszélni még egy a nem kifizetődő technikáról, és fogunk beszélni pedig egy kifizetődő technikáról is, azt hiszem. Talán azt a másik, tehát a következő videóban ejtem meg, de a következő videónak egy fő lényege, fő témája az lesz, hogy egy nem kifizetődő technika. Nos, én azt javaslom, hogy ugorjatok el a live részhez, ugorjatok el ahhoz a meccshez, ahol mondjuk már fordult a kocka, ahol nekem sikerült nyerni, vagy nézzétek meg az egészet egybe, mert marha jó gameplayek voltak, és nagyon tanulságosak, úgy gondolom. Köszönöm a figyelmet, és élvezzétek a további gameplayt. Az összes vérpisti ezen akart játszani. Hát ez egy nagyon jó pálya 1v1-re egyébként. Hát ez mellé ment.
bazdmeg, és nem néztem Kirkomot. De hülye vagyok. Ah. Szép. Nem adja. Az ilyen 1v1 csaták, ezt simán megint nyernem kellett volna. Igen. És ez mi volt? Ez nagyon szép volt. Ez kod. Ez ilyen... Ez... Semmi ez más. Az meg. RNG. Ez mi volt? Hopp, anyád, lementél? Azt hittem le vagy feküdve ott a túloldalon. Azt hittem bazd meg, hogy le fogsz lőni. Én is. Az alapján, hogy mennyire nem adta. Ajjajjaj, fiú. Na jó van. Nagyon mellé. Na ez a lehetetlen kategória. Hát jó, ez most így szar, ez így nagyon előnye. Ezt én se... Én nem ezt akarom, hanem azt, hogy játszunk egy jó kompetitívet, érted? Remélem holnap az MV-kben jobb lesz. Én most gondolom ezt már végig tudjuk, így nem fogjuk újra venni. Hát... Nem. Ezt nem. Ez... Szép. Csíí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 
nem, úgy értem, hogy miután rád ürítettem a tárat, csak 5 maradt. Ilyen közelben ennek a fegyvernek 4 golyó. Függ persze, hogy hol találok el, de 4 golyónál akkor se több. Vagy ez Black Ops 2-t? Másképp mennek a szabályok. Itt elég sok HP van azért. Nice. Ez szép volt, ez szép volt. Tudtam már. Amikor lelőttek, már lecéloztam azt a helyet. Tudtam, Geci, hogy onnan fogsz lőni. Jó próba. Ismered nagyon a pályát. Ez a pálya, ez az. Hát Black Ops 2-ben eléggé vágom a pályákat egyébként. Ebből utána vissza, lejátszuk ezt, véget ér, és akkor kezdjük elő ugyanezt a pályát. Még egyszer szedni szedni már, pályát? Most már nincs hozzá türelme, mert izé elment a izé lelkesedésem. Uh-huh. Hát nagyon sajnálom amúgy, hogy ilyen szar lennet, mert amúgy én nagyon szívesen játszottam volna egy rendes izét kompetitívet. Játszom, megpróbálok kihasználni azt, hogy neked jó a pinged, nekem szar, és akkor tehát igyekszem odafigyelni frankon. Uh-huh. Koncentrálni, mert ez így nem... Most hova faszba tűntél meg? Haha, júj, júj, júj. Néha nekem is kell. Jézusom. Szép volt, ez szép volt, ez szép volt. Hát ez nem volt sem észrevettelek, ott sétált az kész. Nagyon sértő és volt, de ez szép volt. És egy helyre be volt rakva a csapda, szóval abba belefutottál volna mindenképp, és akkor onnan tudtam, hogy ide jöttél és nem oda mentél, szóval. Mind games.
Direkt mászkászott? Hát nagyon be lehet látni a pályát amúgy. Meg is láttalak de hát az a legnyíltabb célpont, persze nem, láttam, de... Nem nyílt az vissza, ember. Megtartjuk ezt a játékot, visszanézed videón. Ah! Az meg, visszanézed videón, meglátod, hogy mennyivel előbb láttalak meg szégem. Nem értem, hogy miért megy meg fel mindenki pálya közepén a legmagasabb pontra, sokan csinálják ezt. De balfasz vagyok te. Hát, ja, mondjuk ott... Becsületes vagy, hogy csipát hoztál egyébként azzal, hogy 7-es pinged van nekem, meg 90-es. Hát jó, de most érted, az tök az egy kis előny. Játszania. Az egy kis előny nekem. Megtartjuk, mert fél a Black Ops 2 a te játékod, nem vágom, és jó, mert jó leckel, mert ezt is látni kell. Nem? Hát egyetem, én figyelj, azt szeretném, amit te döntesz nyilván, de szerintem mi jobb megtartani, mint az, hogy kidobni, aztán maximum még mindig lesz, hogy ezt még se rakom bele. Nem. Nyilván a te csatornádon nem azt akarja nézni az ember, hogy lőnek szarrá téged. Nem az a lényeg, hogy hát szarrá lőhetsz. Nem az íze, csak szeretném, hogyha valami felsége lenne. De most azzal, hogy csipát oszta, az a fair vagy abból a szempontból. Én is egy kicsit megpróbálom emberelni magam. Leszarni, hogy magas a ping, leszarni, hogy izé van, játszunk, basszol. Ja, meg azért ilyenkor is lehet így, hogy tudod, hogy sokat kell beledarálnod, tehát nem az van, hogy lősz bele négyet, ami azt hiszed, hogy belement, aztán véletlenül abban hagyod a lövést. Az is meg szokottam lesni. Jó a technikád, mert én egyezgettem itt Black Ops 2-ben többször is. És mindig a hülyékben néznek a fő line-okra, de te nem távol tartod magadat. De kifogytam. Teljesen? Na, akkor jöhet a kés party. Nem, aj, nem! Nagyon csúnyan, szép! Oda néz, gyönyörű kilka, nagyon szép volt. Za, nem, amúgy geci voltam, mert ha kifogytál, akkor kések kezdben jönnek. Nem, hát ez benne van. De hát ilyen az 1v1, szkevencselni kell a így van, fegyókat. Így van. Nem, mert 1v1-ben nem használsz perkeket kompetitívben. Ott nincs perk, ott ez van, az kész. Ja, de a másik fegyóját attól még fel tudod venni. Menjünk majd még egyet ezen a pályán. Jó. Check your timeline. Egy utolsó kés csata középen. Jó. A fánál. Én itt az egyik oldalon megállok. Hol vagy? Baznak. Középen a fánál. Ja, középen a fánál. Jó, gyere, itt. Gyere. Hol? Mindegy, nem, lejár az idő, nem akarok bebuzulni. Baznak. Ó! Oh. Szép volt. Connection. Bírja már ki. Megint.
De gyorsan futsz, ja késsel futsz. Nem. Nincs késsel, mert fegyód van meg a csipám. De bevarak vagy lightweight. Ja, vagy új. Ne! Oh, mekkora noscope lett volna te. Még töltöttem is közbe. Feszült csönd. Ja, nincs, hogy kereslek minden. Amúgy én láttalak téged, csak nagyon eltűntél az a gyors utásoddal. Azért valamik nekem is kell, ha már csipázok, érted? Ja. Nem is láttak, pedig oda néztem ki, de nem lett elkészve. Ezt az egy helyet ismerem ezen a pályán. Szép, nagyon szép. Tudtam. De én meg hülye vagyok, hogy tudom, hogy jól lősz csipával. Na. Kilógott a buksid. Kiki. túl greedy. Túl greedy. Túl greedy vagy. Le akarták késelni, vagy mit akartak? Nem, így ugrált volna noszkóppal, de nem sikerült. Anyám, ez viszont okos, hogy a kocsi mellé rakod, mert így, ha már robban, akkor vége. A kocsi nem robbant a kurva egyet. Rosszul, laktad le. Szép. Most! Most robbant fel. Most robbant. Igazából... Ja. Mindegy, nem növöm le a poént, mert te túl sokat gondolkodsz, rájössz, hogy mit csinálnak. Nem, most nem szabad beszélnem, mert ez a te játékod itt, nem rúghatok labdába. Inkább... betartom. Amit eddig.
Jaj, connection, csak BP. Már nem kell sok. Azt már nem tudtad elkerülni ezeket a sok sárgyokat, mi? Egyet kilőttem, de a másik az beszopatott. Nézzek, hogy mellé lövök. Már izgulok, már nagyon. Na mi van, merre tűntél, az meg? Hát elmenekült. Gyönyörű volt, szép volt. Nagyon, legalább tudom, hogy rossz a szög, amit nézek. Nagyon szép volt. Nagyon szép volt. Nagyon szép volt. Köszi. Na, halljál, halljál, kérlek. Ja, sokat kaptam. Béna is voltam, mondjuk. Ah, szép. Ha, majdnem megúsztad. De majdnem. Nagyon trükkösen játszol. Nagyon ügyes vagy. Köszönöm. Connection ellenére nyilván azért te is jól nyomod. Hát már ellened muszáj valamit kitalálni, az már nem vagy az a hülye gyerek. Sajnos. Hát most már csak nem találsz meg. Szép. Szép. Aaaaaah, kikaptam. Megtartjuk mind a kettőt. Jó van.